A Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottsága elutasítja a tagozat összevonásra vonatkozó kezdeményezéseket. Előfordulhat, hogy Szerbia mégsem nyeri el az idén az EU tagjelölti státust. Nemzeti gyűlöletet szító magyarokat gyalánzó feliratokat festettek az újvidéki Újtelepen az egyik ház homlokzatára. Pakisztáni és líbiai menekültekkel van tele Szabadkán a Zentai úti temető. A férfiak a jobb élet reményében hagyták el országukat. A roma cselekvési terv részeként megtartott nyári foglalkozások záró rendezvényét tartották ma a Horgosi október 10-e általános iskolában. Köszöntöm nézőinket! A Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottsága elutasítja a tagozat összevonásra vonatkozó minisztériumi kezdeményezéseket, nyilatkozta Jóhorti Lévia a mai bizottsági ülést követően. Az iskola év előtti utolsó bizottsági ülés központi témája az Oktatási Minisztérium kezdeményezése volt, amely a tagozat összevonásokra vonatkozik. Ennek kapcsán a bizottság záradékjavaslatot fogalmazott meg. Nem megyünk bele semmiféle kompromisszumokba, nagyon argumentált gondolataink, véleményünk van azzal kapcsolatban, hogy miért kell egy ötös tagozatnak megnyílni magyar tannyelven, és természetesen visszautasítunk mindenféle tagozat összevonási kísérletet, illetve kezdeményezést. A minisztérium részéről. A bizottsághoz az elmúlt időszakban újabb tagozat megnyitásokra vonatkozó kérvények érkeztek olyan intézményektől, ahol az osztálylétszám nem éri el a 15 főt. Egyebek mellett jóváhagyták a Csókai Jován Popovics, a Szabadkai Gyúró Szalaj, az Oromi Kis Ferenc és a Budiszavai Ivo Andrics általános iskola kérelmét is. Természetesen a minden egyes olyan esetben, ahol 5 gyermek beiratkozott az elsőbe, a bizottság jóvá is hagyta ezeket a tagozatokat. Az ülésen a bizottság véleményezte két kiadóház fejlesztő füzeteit és tankönyveit. Kisebb javításokat eszközölnek, de jóvá hagyták a kiadványok használatát. Nemzeti gyűlöletet szító magyarokat gyalázó feliratokat festettek az újvidéki Újtelepen az egyik ház homlokzatára. A rendőrség elvégezte a helyszínelést, a feliratokat már le is festették. A rendőrséggel együtt a képviselőház elnöke is megjelent a helyszínen, és eltüntette a halál a magyarokra és a többi gyűlöletet szító feliratot. Az imént lefestettük ezt a grafitot, amely egyértelműen a polgárok mindnyájunkat érint, hiszen a nemzeti türelmetlenség szítása, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet szítása életveszélyes vajdaság szemszögéből. Nincs kis incidens és nagy incidens, csak nemzeti alapon történő incidens. Fenyegetni az embereket azért, mert a vallásuk, a nyelvük, a nemzeti közösséghez való tartozásuk más, ez bűn. És mint minden bűn ellen küzdenünk kell. Vajdaságban az együttélést, a toleráns légkörnek a megerősítése a célunk, és minden eszközzel küzdeni fogunk, hogy ezt megőrizzük. Az újvidéki rendőrség megkezdi a nyomozást a tettesek kézrekerítésének ügyében. Előfordulhat, hogy Szerbia mégsem nyeri el az idén az EU tagjelölti státust, nyilatkozta Boris Tadić köztársasági elnök a Tanjugnak. Ennek oka, hogy az ország nem szeretné felszámolni a Koszovóban működtetett szerb intézményeit, enélkül viszont nem kaphatja meg a tagjelöltséget. Szerbiának a tagjelölti státus elnyeréséhez el kell fogadnia a köztulajdonról és a vagyon visszaszármaztatásról szóló törvényeket. Ezekről várhatóan szeptemberben szavaz a parlament. Ezen kívül a legfontosabb feladat Észak-Koszovóban megszüntetni a szerb intézményrendszert. A szabadkaiak szerint az ország reálisan 6 év múlva válhat uniós taggá. Ez egy föltétel, szerintem el kéne fogadni, már mindenki elismerte Koszovót, egyedül Szerbia lep, ha jól tudom. El kéne ismerni, és akkor megyünk tovább. Az ország is elindult ezen az úton, akkor ezt csinálni kell tovább is, mert a közös jövőnk ettől függ, hogy együtt mindenki egy közös Európában benne legyen. Szerbia, ahogy elindult, nagyon nehezen fog belépni. Varga László szerint amennyiben az ország nem teljesíti a feltételeket és negatív döntés születik az EU tagjelölti státusról, akkor akár több évet is várni kell a pozitív döntésre. Amennyiben decemberben
az Európai Unió állam és kormányfői nem hoznak döntést Szerbia tagjelölti státusának megadásáról, akkor az azt jelenti, hogy a következő év decemberében várható, hogy újra visszatérnek erre a kérdésre, ami azt jelenti, hogy egy év biztosan elveszett. A VMSZ-es képviselő szerint a tagjelöltség megszerzésének elhúzódásával a köztársasági elnök legfontosabb választási ígéretét szegné meg. Egyébként a tagjelölti státus elnyerésével a mostani 200 millió helyett 400 millió euró támogatást kapna Szerbia. Pakisztáni és líbiai menekültekkel van tele Szabadkán a Zentai úti temető. A férfiak a jobb élet reményében hagyták el országukat. Úti céljuk az Európai Unió bármely országa, ahol munkát találhatnak. A Zentai úti temetőben mintegy 50 közel-keleti menekült várja, hogy embercsempészek segítségével átszökhessen a schengeni határon. A megkérdezettek Németországot és Spanyolországot tartják a legmegfelelőbb úti célnak. Állításuk szerint ott az illegális munkákból is jól meg lehet élni. Elmondták, a háborúnál és a szegénységnél még ez a bizonytalan menekülő életmód is jobb. To me, big problem to Pakistan. I am not strapped to Pakistan. It's very dangerous work through this time. Why? All the people is bomb. And the money? No money. No fire, no eating. Megkeresésünkre a városvezetés nem reagált, csak annyit közöltek, ez nem az önkormányzat hatásköre. A belügyi szervek pedig elsősorban az embercsempészekkel foglalkoznak. A szociális központ akkor tud a menekülteknek segíteni, ha azok már rendelkeznek bejelentett szabadkai lakóhelyel, valamint menekült igazolvánnyal. Da bi ostvarili novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, potrebno je da imaju tu ličnu kartu i da nisu smešteni u centru za azil. Az illegális bevándorlók csak addig maradnak itt, amíg nem találnak alkalmat arra, hogy átszökjenek a határon. Nem áll tehát szándékukban szociális segélyt kérni. Amint látják, a néhány perce még békésen hűsölő bevándorlók azonnal megszoktak, amint meglátták a kommunális rendőrség embereit. Hát rajták táskáikat, személyes holmiaikat. Hogy mi lesz velük, még nem lehet tudni. A roma cselekvési terv részeként megtartott nyári foglalkozások záró rendezvényét tartották ma a Horgosi október 10-e általános iskolában. A programban 54 roma gyermek vett részt, akik óvodai, iskola előkészítőbe vagy az iskola alsó tagozatára járnak. Heti két alkalommal tartottak számukra foglalkozásokat. Most alkalmi műsorral köszönték meg a pedagógusoknak a törődést. Az óvod és az iskola a roma cselekvési terv részében ez volt ez a konkrét nagyobb lépés, amivel segítsük, hogy a roma tanulók minél sikeresebben felzárkozzanak az iskola és az óvodai hétköznapi életben. A foglalkozások meghozták a várt eredményt, ezért azokat mindenképpen folytatni kell. Ez a hasznos időt eltöltés magába foglalta a különböző készségfejlesztő játékokat, dalok tanulását, mondókák tanulását, ez a beszédfejlesztésre, kézműves foglalkozásokat, ahol a gyerekek az ügyességüket fejleszthették, és az volt a cél, hogy jó érezzük magunkat, és együtt legyünk, megpróbáljuk ezt azért tovább vinni, mert ha megállunk, akkor úgy gondolom, hogy ez nagy visszaesés lenne. A foglalkozásokat a községi költségvetésből pénzelték. A lehetőségekhez mérten az iskola jövőre is szeretné megszervezni a roma gyerekek nyári foglalkozását. Topolyán tavaly mintegy 100 millió dinár folyt be az állami földek bérbeadásából. Ebből 6 millió dinárt költöttek a mezőrszolgálat működésére. Az első feljelentéseket júniusban adták át a mezőrök. Topolya községben áprilisban indult a mezőrszolgálat. Az 54 ezer hektár területet 9 személy felügyeli. A legtöbb feljelentést eddig az illegális szemetelés miatt adták át. Július elején adtuk át az első feljelentéseket a kihágási bíróságra, és megérkeznek az első szeptember hónap folyamán az első büntetések, akkor már az emberek hivatalosan is tudni fogják, hogy van mezőr a határba, és észreveszik azt, hogy ez nem egy gyerekjáték, nem arról van szó, hogy most mit valaki élvezkedni akar a hatalommal, hanem tényleg valós tényeket próbálunk meg, valós problémákat próbálunk megoldani. Forgatásunk ideje alatt tarló égetést észleltünk a topolyai határban. A megbízott szerint az előző évekhez képest az
az idén kevesebb az ilyen esetek száma. Két alkalommal volt Pacsiron, ezt a mezőrünk feljelentette, és ő meg fogja kapni a büntetést, és most hallottam, a topján van egy talajégetés, úgyhogy ez elenyésző az előző évekhez képest. A község mezőgazdasági felelőse úgy véli, egyelőre jól működik a helyi szolgálat. Decemberben döntenek majd az illetékesek arról, hogy jövőre is megszervezik-e a határ ilyen jellegű felügyeletét. A szárazság miatt Szerbiában 30%-kal kisebb kukoricahozam várható idén a tavalyihoz képest. Az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet szakemberei kiemelik, lesz elég kukorica az ország szükségleteire, kivitelre azonban kevesebb jut majd. Az időjárás miatt várhatóan a megszokottnál 10 nappal korábban kezdődik a betakarítás, vagyis már szeptember első felében. A szakértők úgy becslik, a termelők átlagosan 4-5 tonnát takarítanak majd be egy hektárról. Szerbiában és Magyarországon is mélyponton van az építőipar, állapították meg azon a szabadkai szakmai összejövetelen, amelyen az építőipar helyzetéről, a válságból való kilábalás lehetőségeiről tanácskoztak. A gazdasági válság kísérő rendezvényén szerbiai és magyarországi szakemberek, a két ország gazdasági kamaráinak munkatársai cseréltek tapasztalatot az építőipari helyzetről. A legnagyobb probléma a pénzhiány, ami miatt nincsenek beruházások. Čim nema investiranja, nema gradnje, nema renoviranja, nema novih radnih mjesta. Magyarországon és Szerbiában hasonló gondokkal küzdenek az építőiparban. 2006-ban volt egy jó éve az építőipar Magyarországon, most a 2006-os értékhez viszonyítva, reál értéken számítva mintegy 60%-a az építőipari kapacitás igény. Ez is mutatja azt, hogy rendkívül kritikus és rendkívül nehéz helyzetben van a magyar ágazat. Keressük azokat a piaci lehetőségeket, amik Magyarországon kívül vannak, tehát ezért vagyunk itt, most úgy látjuk, hogy Szerbiában még komoly fejlődés előtt áll ez az iparág. És igyekszünk jó partnereket találni itt. Bár az építőipar helyzete korán sem kedvező, a szakemberek optimistán tekintenek a jövőbe. Szerintük néhány éven belül fellendül ez a stratégiai munkahelyteremtő ágazat. Egyre több vállalkozónak jelent nehézséget a hiteltörlesztés Szerbiában. A gazdasági szféra szereplői ennek ellenére kénytelenek kölcsönt felvenni. A leggyakrabban likviditási hitelt igényelnek. Erről a témáról is szó volt a Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár egyik szakmai összejövetelén Szabadkán. A körbetartozás, a megfizettetés problémája miatt elsősorban a fizetőképesség biztosítására vesznek fel hitelt a vállalatok, beruházási kölcsönökben szinte egyáltalán nem gondolkodnak. A pénzügyi válság hatásai még mindig érezhetők. Ona se manifestuje pre svega kroz otežanu naplatu potraživanja privrednih preduzeća. I kao korisnici kredita imaju poteškoće u otplati kredita. Znači, to je nešto što znači nismo mogli izbeći. Međutim, generalni uticaj krize nije narušio neko pozitivno poslovanje banke. Az úgynevezett rossz hitelek aránya növekvő tendenciát mutat, mintegy 17%-os a szerbiai bankrendszerben, de ez még mindig kisebb, mint a régió más államaiban. Sve više kredita koji kasne sa izmirenjem svojih obaveza, sve više kredita koji se, da kažem, svrstavaju u kategoriju loših plasmana. Banka tu pokušava na razne načine, kroz neki reprogram, kroz dogovor sa klijentima, da kažem, olakša otplatu. A banki szakember hangsúlyozza, minden problémára van megoldás, a kiutat pedig közösen kell megtalálni. A legkevesebb rossz hiteles a mezőgazdasági termelők köréből kerül ki. A tapasztalatok szerint ők mindent megtesznek azért, hogy időben törlesszenek. 6 országból érkeznek előadók és vendégek a technológia, kultúra és fejlődés elnevezésű 18. tudományos tanácskozásra Palicsra. Az összejövetelen 62 szakember tart előadást és 40 tanulmányt mutatnak be. A résztvevők több mint 3/4 szerbiai, a régió egyes országaiból pedig átlagosan 2-3 vendég érkezik. Naučni skup visoko kvaliteta koji okuplja intelektualce interdisciplinarnog karaktera i raspravljaju razna pitanja koja su različita pitanja koja su relevantna za pravovremene i valjane pripreme Srbije i zemalja iz regiona za ulazak u evropske
integrációja. A tanácskozás fő témái a kutatási és újító rendszerek és intézmények együttműködése a Nyugat-Balkánon, valamint a tudásra alapuló fejlődés strukturális és kulturális problémái. A cíl je da se sagledaju pitanja na jedan kritički način evaluiraju i pošalju kroz naše nastupe i poruke na medijima i također na adrese vladinih institucija i organa zaključci. A háromnapos rendezvény kedden 10 órakor kezdődik az Ökoközpontban. Az 1 millió dinárba kerülő tanácskozás köztársasági és tartományi pénzekből valósul meg. A szabadkaiak 72%-a választott eddig orvost, nyilatkozta dr. Ilyena Miacski, a szabadkai egészségházak egészségügyi kérdésekkel megbízott igazgatóhelyettese. A lakosoknak általános orvost, gyermekorvost, nőgyógyászt és fogorvost kell választaniuk. Najveći procenat opredeljenih korisnika imamo u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, gde se procenat kreće oko 63%, zatim na pedijatriji 61%, značajno manje na ginekologiji, to je 21%, i na stomatologiji 24%. A legújabb rendelkezés szerint a betegek legkésőbb 6 hónapon belül kötelesek orvost választani. Ennek elmulasztása esetén nem veszítik el betegbiztosításukat, de csak sürgősségi ellátásra lesznek jogosultak. Postupak je dakle vrlo jednostavan, jave se na šalter kod sestre sa uredno overenom zdravstvenom legitimacijom, izraze želju da odaberu lekara i potpišu izjavu koju im sestra popuni. Ukoliko je prisutan i lekar, onda lekar automatski potpisuje tu istu izjavu. Korábban, ha valaki orvost akart cserélni, nyilatkozatban kellett megindokolnia, hogy miért teszi ezt. Ezzel szemben most csupán egy nyomtatványt kell kérni az egészségházban a nővértől. A szabadkai lelkisegély telefonszámot tavaly szinte fele annyian tárcsázták fel, mint 2009-ben. Éves szinten 400 hívást regisztráltak. A betelefonálók között drasztikusan nőtt azoknak a szülőknek a száma, akiket gyermekük bántalmaz. Az illetékesek szerint ezek a személyek általában későn vagy egyáltalán nem kérnek segítséget, csak akkor, amikor már fizikai bántalmazásról van szó. Ilyenkor viszont az SOS szolgálat a tanácsadáson kívül nem tud más tenni. Nagy érdeklődés kísérte a Csík zenekar koncertjét az Interetno Fesztiválon Szabadkán. Sokan kíváncsiak voltak az erdélyi Maros Művész Együttes táncjátékára is. Most múlik pontosan. Csík János az együttes vezetője a Pannoner TV-nek azt nyilatkozta, ide szívesen jönnek, szeretik az itteni közönséget. 2 éve is felléptek az Interetnón, akkor is szép emlékekkel tértek haza. Úgyhogy nekünk nagyon kellett igyekezni azért, hogy ez tényleg jó legyen. Aztán végén persze kiderült, hogy elfogadták, hogy szeretik, amit csinálunk. Nagy siker lett a történet, de ezért most, mi is most is izgulunk, hogy most mást lesz egy kicsit a dolog. A Csík zenekar koncertje előtt az erdélyi Maros Művész Együttes táncjátékát tekinthette meg a közönség a Népkörben. Az 50 éve működő csoport a hagyományos erdélyi koreográfiákat archaikus szokásokkal, színházi elemekkel kombinálja. A népi kultúra felkutatása és az anyanyelv szinti előadása az elsődleges célja egy néptánc együttesnek, és akkor utána kezdtünk el tehát úgymond táncszínházzal foglalkozni. A 10. Interetno Fesztivál a külföldi táncegyüttesek felvonulásával és látványos tűzijátékkal zárul ma este a főtéren. A Pannon híradó végén még egyszer legfontosabb híreink egy-egy mondatban. A Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottsága elutasítja a tagozat összevonásra vonatkozó kezdeményezéseket. Előfordulhat, hogy Szerbia mégsem nyeri el az idén az EU tagjelölti státust. Nemzeti gyűlöletet szító magyarokat gyalánzó feliratokat festettek az újvidéki Újtelepen az egyik ház homlokzatára. Pakisztáni és líbiai menekültekkel van tele Szabadkán a Zentai úti temető. A férfiak a jobb élet reményében hagyták el országukat. A roma cselekvési terv részeként megtartott nyári foglalkozások záró rendezvényét tartották ma a Horgosi október 10-e általános iskolában.
Hétvégi műsorainkból a Sportlásban beszámolunk a magyar kanizsai úszó- és futómaratonról, a súlyemelő Szabadka kupáról, de lesz szó női és férfi labdarúgásról és teniszről is. Hétfőn élőben közvetítjük az MNT 13. rendesülését. Köszönjük a figyelmüket, kellemes hétvégét!